Marika, Frici, a diótörő, az egérkirály, Pirlipát hercegnő, a nagy csaták és rémisztő kalandok, a lázas betegségében, a játékaiban gyógyulást találó leányka. A diótörő egy mesebeli zenés darab mindenkinek, aki szereti a szép történeteket, szereti a csodákat és szeret szeretni. A látványos produkcióban az egérkirály bájosan gonosz figurája küzd az emberek szeretetéért, és úgy gondolja, ha legyőzi a babákat és magukat, szép egereket állítja a helyükre, az ember gyerekek majd velük játszanak, őket fogják szeretni. A diótörő eredeti mesét E.T.A. Hoffman írta, de Csajkovszki balettje nyomán lett igazán világhírű. A Kapecs Zsuzsa és Gotár Péter nevéhez fűződő változatát Selmeci György nagyszerű a magyar kultúrából, a népzenéből, a gyermekjátékok gazdag világából, de még az operett műfajából is ihletet merítő zenéjével a kaposvári Csiki Gergely Színházban mutatták be. A nyíregyházi nagy színpadon most Olt Tamás rendezésében elevenedik meg a történet, akinek első mesedarabja igen közel áll a szívéhez. Olt Tamás az eredeti változatot több dologgal is színesítette. Az rosszul, hogy modernizálunk, inkább azt mondanám, hogy a pillanatnyi ötletei a színészeinknek nekünk, és az, amiben éppen most élünk, ami körülvesz minket, ebből is próbáltunk meríteni benne, tehát nálunk nem fakardokkal szaladgálnak, hanem fénykardokkal. A Krakatuk dió, amit őriz az egér király, az eredeti mesébe, a koronájába egy effektíve egy dió volt, mi nálunk ez a szemébe van, itt van a bal szeme helyén őrzi ezt a Krakatuk diót, ami szintén egy ilyen mágikus lézer sugárral képes operálni, tehát igen, én úgy gondolom, hogy sikerült sok irányba egy kicsit személyre szabni ezt az előadást. Ahhoz pedig, hogy mindez vizuálisan is erős hatást érjen el, Lakatos Márk felel. Ez egy nagyon vagány, Selmeci György zenéjével és Gotár Péter szövegével készült musical. Tehát eleve már ugye ez ad egy olyan szűrőt az egészre, ami ugye ezt a mesevilágot, ezt a nagyon szép gyerekmesét, azért egy kicsit ilyen groteszk, néha humoros, néha parodisztikus irányba viszi el, és valahogy ezt szerettük volna a jelmezekben is és a látványban is megteremteni. Abból indultunk ki, hogy ugye karácsonykor egy gyerekmesét mi az, ami a legjobban kifejeztet, a gyerekrajzok. A gyerekrajzoknak a világa, a naivitás, ugye az a fajta stilizáció, amivel a gyerekek elképzelik a világot. Minden fekete vagy fehér, minden nagyon sokszínű, minden ilyen óriási firkákkal és kontúrokkal van, és valahogy ez indította be a fantáziánkat a látványvilág szempontjából is. Az egész gyakorlatilag egy babaház, vagy egy nagy fehér ajándékdoboz, amit szétszedünk, kicsomagolunk, összerakunk, és folyamatosan különféle anyagokat vetítünk rá. Diótörő szerepében Horváth Viktort láthatja a közönség, aki elmondása szerint könnyen azonosulni tudott a karakterrel, számos dologban hasonlítanak egymásra. A hozzáállása igazából a dolgokhoz, szóval mindig a cél van a szem előtt a diótörőnek, és ő bátran előre is áll, és ő azt mondja, hogy na akkor mindent, akkor meg kell most tegyünk azért, hogy ezt a célunkat elérjünk, és akkor szépen céltudatosan halad előre azért, hogy megvalósítsa az elképzeléseit. A Diótörő herceg című darabot október 13-ától láthatja a közönség a Móricz Zsigmond Színház nagy színpadán.